A Rozsnyai Magazin adásával folytatódik a Városi Televízió műsora. Üdvözlöm nézőinket! Remélem, hogy tetszett önöknek a múlt heti adásunk, mivel a mai adásban is a rozsnyai műemlékekkel fogunk bővebben foglalkozni. Kellemes tévénézést kívánok! 1993 után Rozsnyón megszűnt a veszteséges vasírcbányászat, majd fokozatosan megszűnt az ehhez kötődő többi bányászati létesítmény is. Rozsnyó ma egy modern, mintegy 20 ezer lakosú járási központ, ahol fontos hivatalok és szervezetek, oktatási intézmények, ipari létesítmények vannak, püspöki székhely, valamint a felső gömöri régió közigazgatási és művelődési központja. A történelmi városközpontban felmaradt számos műemléknek, valamint a két közeli nemzeti park látványosságainak köszönhetően egyúttal Gömörország legjelentősebb idegenforgalmi központja is. A Rozsnyói Idegenforgalmi Információs Központ mindenben a látogatók rendelkezésére áll. Az utóbbi 20 évben Rozsnyón új negyedek, korszerű közd- és magánépületek, bankok, áruházak, szállodák létesültek. A város legfőbb szervei a választott önkormányzat, a polgármester, valamint a választott képviselőtestület. A közigazgatási és szervezési tevékenység a városi hivatal feladata. Az új üzleti és művelődési központ minőségi kultúrát és szórakozást biztosít. A városban működik az Actores Rozsnyói Városi Színház, amelynek tevékenységét a város költségvetéséből fedezik. Rozsnyón az óvodák és általános iskolák mellett több középiskola, gimnázium, közigazgatási szakközépiskola, egészségügyi szakközépiskola, kereskedelmi szaktanintézet működik, valamint a Szent Erzsébet egészségügyi és szociális főiskola is rendelkezik itt kihelyezett tagozattal. A tér északi oldalának nagy részét a püspöki rezidencia épülete foglalja el, amelynek erkélyes homlokzatán a püspöki címen látható. Két épület az egykori jezsuita kolostor és a szomszédos polgárház összekapcsolásával jött létre. A belső tér uralkodó elemei még a barokk stílusú boltozatok, az egységesen szimmetrikus homlokzat viszont már klasszicista stílusú, a helyi Meyer János munkája. Az erkély fölötti kőből készült Attikán lévő feliratból megtudhatjuk, hogy a Rozsnyói püspökség székhelye 1778-ban épült, tehát két évvel azután, hogy a püspökséget Mária Terézia létrehozta. A püspöki rezidencia előtt magas oszlopon áll a szemplőtlen Szűz Mária barokk kőszobrának másolata, amelyet a rozsnyóiak hálából emeltek, amiért megszabadította a várost az 1710-ben pusztító pestis járvántól. A szobor eredetiét restaurálták és a városi könyvtárban helyezték el. A tér északi oldalának meghatározó elemei a 18. század második feléből származó barokk klasszicista stílusban épült ferences kolostor és templom. A ferencesek, akik 1733-ban azért érkeztek a városba, hogy enyhítsék a vallási viszályokat, csak a század végén tudták befejezni az építkezést, azt ugyanis többször is tűzvé sújtotta. A kolostor épülete nagyon egyszerű és visszafogott, a templomnak szép klasszicista homlokzata van, ez is Meyer János műve, a tornyot barokk stílusú harangtető fedi. A beltérben értékes késő barokk oltárok vannak, 20. század elejéről származó történelmi jellegű falfestmények, a rozsnyói templomfestő Ádám György munkái. A kolostor épülete manapság elhagyatottan áll. A tér legfiatalabb épületei közé tartozik a Szent Vincéről nevezett szatmári irgalmas nővérek zárdája. 1866-ból a régi korok stílusát idéző homlokzatával, amelynek terakota plasztikai, a szűzanyját ábrázolják a kis Jézussal, illetve egy a karjaiban gyermeket tartó angyalt. Közöttük a főbejárat felett egy terakota dombormű gyerekek körében ábrázolja Krisztust, feljebb egy félkör alakú timpanonban a kolostor alapítójának, Kolárcsik rozsnyói püspöknek a címere látható. A kolostorban a múltban egyházi iskola működött, amelyet a 20. század 50-es éveibe felszámolták, a rend nővéreit pedig kiköltöztették. Az épület egy részében ma apácák laknak.
A tér déli oldalán álló érdekes masszív támpillérekkel megerősített emeletes saroképület oszlopos erkélyével a rozsnyai bányászat régi dicsőségét idézi. A 16. század végén itt székelt a bányahivatal és a bányászkamera, ezt jelzi a homlokzaton lévő emléktábla háromnyelvű felirata is. A volt bányakamera oldalsó homlokzata mellett fut ki a térről a valamikori berzítei, mai néven Safarik utca. Épületei közül kiemelkedik az egykori városi evangélikus iskola emeletes épülete, a maga tagolt homlokzatával, illetve a vele szemközt lévő emeletes ház, rokokó stílusú dömbörműveket díszített homlokzatával. Ebben a házban született a jelentős filmrendező Kadár János, akinek emléktáblája a sarkon áll. Rozsnyó legrégebbi műemléke a római katolikus Szűz Mária mennybe menetele plébánia templom, amely a püspökség létrejötte után püspöki székesegyház lett. Egy gótikus épületet 1304-ben fejezték be, de a 15. században zajló helyi harcok következtében az épület súlyosan megsérült. A felújítási munkálatok csak a 15. század 90-es éveiben Bakócs Tamás érseksége alatt kezdődtek el, amikor a rozsnyai bányászat virágkorát élte. A munkálatok 1518-ban fejeződtek be a német bányászoknak szánt északi kápolna építésével, az oltára az ő védőszentjüket, Szent Annát festették fel. A templom utolsó nagyszabású felújítása 1936-ban fejeződött be, ekkor a Szent Neitus vértanúföldi maradványai már 100 éve Rozsnyón pihentek, és ekkora alakították ki ezt a különálló kápolnát, ahol a Szent Erekjét az oltár felett üveges porsóban elhelyezték. A templom mellett áll az 1776 és 1779 között épült úgynevezett gömöri klasszicista stílusú haránglat, Mayer János építőmester szép munkája. A templom nyugati oldalán három iskolaépület áll. Az egykori Premontrei gimnázium két épülete, ezek közül az újabbik 1912-ben épült, épület a mai napig az eredeti funkciójának megfelelően iskolaként működik, valamint az egykori négy épületszárnyal és kápolnával büszkélkedő katolikus szeminárium épülete, amely jelenleg a közgazdasági szakközépiskola kollégiumának ad otthont. A gimnázium régebbi épülete előtt, amelyben jelenleg különféle vállalkozások székelnek, fehér talapzaton áll Szabó István fejszobra, aki a Premontrei gimnázium egykori tanára, jelentős egyházi író volt, és aki a Homérosz műveit elsőként fordította magyarra. Rozsnyó egyik legértékesebb építészeti emléke az egykori kórház földszintes épülete értékes klasszicista homlokzatával. A kórházat 1719-ben Andrássy György báró, Krasznahorka ura építette közkórházként a városi szegények számára. Az épület homlokzatában található fülkében elhelyezett ötvénykertben foglalt márványtábla örökíti meg a nemes cselekedetet. A homlokzat tetőtéri részében három kőből készült szoborcsoport látható. Szűz Mária megkoronázza, Szent Flórián és a Piéta egy ismeretlen szobrász barokk stílusú alkotásai. Az épület jelenleg a helyi műemlékvédelmi hivatal székhelye. A gömöri régió és az ország legjelentősebb klasszicista épületei közé tartozik. Az 1783 és 1786 között II. József császári türelmi rendelete alapján emelt rozsnyai evangélikus templom. A rendelet szerint a templomnak a város központján kívül kellett állnia, nem közútról nyíló bejárattal, torony és harang nélkül. A templom belterében kőből épült arkádos karzatok, valamint a Gode József csodálatos klasszicista oltára láthatóak. Az úgynevezett Luther udvarban, amelynek az evangélikus templom is részét képezi, áll az egykori evangélikus gimnázium nagy kétszintes épülete. A 20. század elején az eredetileg klasszicista stílusi épület a magyar szecesszió jegyében építették át. Rozsnyó legfiatalabb temploma az 1904 és 1905 között romantizáló szecesszió stílusban épült református templom. A templom homlokzatát csiszolt vörös tégla borítja, így az épület figyelemfelkeltő szép építménye Rozsnyó újabb város részének.
A város déli részének érdekes és építészeti szempontból értékes építménye a régi kórház épület együttese, amely Kósák Károly orvos magánalapítványának köszönhetően Schopper püspök támogatásával épült 1887-ben. A kórház neogotikus stílusú két épületszárnyal és egy központi kápolnával. Az épület ma már nem kórházként üzemel. A Safari utca alsó részén a történelmi főtértől nem messze áll az 1902-ben alapított Rozsnyai Bányászati Múzeum épület együttese. Honismereti múzeumként szolgál járási hatáskörrel, és elsősorban felső gömör bányászatát, kohászatát és a bányaföldtanát hivatott bemutatni. A múzeum tőszomszédságában áll az 1848-49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc vezéralakjának, Kossuth Lajosnak monumentális bronzszobra. Mai adásunk ezzel a végéhez ért. Az adásunkat viszont a Magazin Plusszal folytatjuk. Addig is kellemes hetet kívánok. Vigyázzanak egymásra. A viszontlátásra.